2021-ben országosan több tízezer riasztották a lánglovagokat valamilyen esethez, de a Tolna megyéjek sem tétlenkedtek tavaly. Tolna megyében 140 alkalommal kellett vonulni az egységeknek lakástüzekhez. Ez egy nagyon kedvező szám. Pláne, hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy halálos áldozatot nem követelt megyénkben abszolút, még országos szinten sajnos 86-an vesztették életüket ebben a tüzekben, valamint 21 ember pedig megint csak országos adatű szímonoszín mérgezésben lehet a halálát itt ebben a megyében megint csak nem tudunk szerencsére ilyenről beszámolni. Megfigyelhető az, hogy az emberek is kicsikét jobban odafigyelnek saját maguk is a környezetükre. Bízom benne, hogy a Tolna egy tűzmegőrzési bizottság is kellő sok információt igyekszik szolgáltatni, és ezt egyre többen meg is fogadják. Valamint én mindenképpen arra ösztökél mindenkit, hogy figyelje tényleg a saját maga családja, akár a közvetlen lakó környezete biztonságát, tehát itt gondolok akár a szomszédra, gondolok itt azokra az emberekre, akiknek most nagyobb problémát jelent esetleg a, a tüzelőnek a a biztosítása. Ezekből keletkezik leggyakrabban tűzeset, tehát itt a tüzelése, fűtőberendezések meghibásodása kapcsán. A nyílt láng az megint csak egy olyan megfigyelhető statisztika, itt ebbe beletartozik nyilván akár egy mécses gyújtása, itt a konyhatüzek, valamint a dohányzás, mint ilyen, ami lehet megint csak egy gyakorlatilag egy generáló oka ennek a tűzesetnek. Ezen kívül 22 kémény tűzhöz és 20 szénmonoxid mérgezéssel kapcsolatos bejelentéshez riasztották a lánglovagokat. Itt megfigyelhető némi emelkedés, ami a szénolaszid járó esetekre vonatkozik. Gondolok itt az elmúlt évekre. Ez megint csak talán annak betudható, hogy egyre többen igyekeznek ezeket a szénolaszid érzékelőket beszerezni, megvásárolni. Ilyen szinten ugye biztosítani valamilyen formában a családjuk biztonságát. Legutóbb még 2021. december 31-én hidason történt egy ilyen eset, ahova vonulnia kellett a tűzoltóknak. Itt a Baranya megyék katasztrófai művet is szolgált, veszélyes határérték körüli értéket olvasott ki ebből az eszközből, tehát megint el lehet azt mondani, hogy ezek az termékek életet mentettek. Folyamatosan hangsúlyozzuk, és most is akkor igyekszek ennek így lehetőséget biztosítani, hogy akár a megyei honlapon, akár a BM országos katasztrófavédelem honlapján a keresőbe ezt, hogy pozitív listai beírva, beütve, gyakorlatilag kiad majd a táblázatot, és ebből lehet majd utána kedvünkre csemegézni. Itt voltak éppen bármelyik készülék alkalmazható használható, ezek bevizsgált készülékek, ezt még egyszer ismétlem, ez a pozitív is, tehát kell beütni a keresőbe. Innentől kezdve pedig már csak ránk van bízva azt, hogy az internet használata segítségével ezeket az eszközöket hol szerezzük be. Országos szinten 125 és fél ezer négyzetméteren tombolt lakástűz 2021-ben, amikhez összesen több mint 14 ezer tűzoltó vonult. Hát itt Tóna megyében több mint 1680 esetben vonultak a tűzoltók mindenféle káresethez. Ebből 345 alkalommal segítségükre voltak az önkéntes tűzolt egyesületek is. Ez egy szép szám, és hogyha megint csak figyelembe veszük itt a korábbi éves statisztikáit, vagy jelentősebb ugrás figyelhető meg. Bízom abban, hogy ez a Covid ilyen ezt a társadalmat is inkább össze összehívja, és egyre figyelmet igyekszik mindenki a másik iránt biztosítani, és én aki kedvet kap ehhez, én csabózítani tudok mindenkit, hogy ha van lehetőség, akkor nézen szét a, a faluban, a városban és a környezetben, a, a, közelben, és keresse fel ezeket az önkéntes tűzoltó egyesületeket, fel lehet a kapcsolatot, és itt akár egy 40 órás tűzoltóraplan folyamat elvégezve el lehet kezdeni akár éresben is ezeket a beavatkozásokat, aki érez magában kellő bátorságot ahhoz, hogy azt megtegye. Tehát az ő munkájukat is mindenképpen köszönjük, mert ez nagyon fontos itt a hivatásegységek számára, hogy mindig legyen gyakorlatilag mellettük valaki, aki helyismerettel rendelkezik, és adott esetben még, még hamarabb ott is lehet az adott helyen. Itt legutóbb most önkéntes tűzoltó egyesület vonulására, most Bonyhádon volt szükség. Itt ezt vasárnap, január 9-én vasárnap. Délután egy családi háznak a melléképülete gyulladt ki, ide a Szexeldi és a Bonyhádi hivatás egységeken kívül még Bonyhád városából még az önkéntes tűzolt egységek is megérkeztek. Összegészében kettő vízsugás segítségével és kézi szerszámok használatával sikerült megfékezni ezt a tűzesetet. A szóvívő azt is hozzátette, számos olyan esettel találkoztak már, hogy az önkéntesekből egyszer csak hivatásosak lettek. Az önkéntes tűzolt egyesületek egy nagyon jó iskolája, belépője gyakorlatilag így a hivatásos szervezeten eltöltött munkának, tehát van ilyenre is lehetőség. Itt főleg a fiatalabb korosztály, aki ezt már el tudja gyakorlatilag kezdeni, itt jóval korábban így ezeket a beavatkozásokat, ez mindenképpen előny. Tehát az abszolút egy előny, hogyha valaki egy önkéntes tűzolt egyesületnél korábban már teljesített szolgáltat, so sokkal egyszerűbb lesz elmerre, majd utána az iskolának is az elvégzése, valamint a beavatkozások alkalmával sokkal nagyobb rutinnal, maga biztonságban fog tudni helytelni. A három hivatásos szervezet munkáját három önkormányzati és 24 önkéntes tűzoltó egyesület segíti Tolna megyében.